Csak mit ér el? Mit ér az el? A zene az jó. De még mit? Szórakozás. De mit érzel? Jót érzem. Jót érzel? Igen. Na, nagyon jót. Mi az? Négy lába van, asztal, de nem szék. Négy lába van, asztal, kecsike. Jaj, ez zoltik. Kecske! Négy lába van, asztal, de nem szék. Na, mi az? Nézd kérdés. Négy lába van asztal, de nem szék. Négy lába, négy kecske van. Asztal, de nem szék, akkor tudom, mi? Asztal, négy szék. Asztal, de nem szék. Akkor... Szék. Nem jó. Mondom, asztal, de nem szék. Na, akkor mi? Verem bele. Nem szükségem az is. Négy lába van asztal, de nem szék, akkor mi? Minek van mi négy lába? Kecske... Nem jó, az nem. Az előbb nem volt jó. Nem jó. Lóna! Na se. Négy lába van asztal, de nem szék. Na. Nehéz kérdés. Pedig egyszerű amúgy, nagyon egyszerű. Mivel kezdődök? Milyen betűvel kezdődök? A betűvel. Négy lába van asztal, de nem szék. Akkor mi? A betűvel kezdődök a szín. Aha, hogy mi az? Négy láb van asztal, de nem szék. Akkor mi? Jó. A betűvel. Attila. Hanem csak kettő van. Angalina. Nem, ilyen magyar szót keresél. Attila. Na, az már az előbb volt. Attila. Négy láb van asztal, de nem szék. Szabad a gazda? Szabad. Asztal. Te mondtad az asztal. Hát nem mondom, négy lába van asztal, de nem szék. Ha benne van a válasz is. Négy lába van asztal, de nem szék. Az a tény. Igaz, hogy az? Na látod, ezért kéne elmenni egy logopédushoz. Azt tudod, mit csinál? Nem tudom én már. Megtanít beszélni. Komolyan meg... Mondd ki, hogy pszichiáter. Pszichiáci. Pszichológus. Pszichológus. De P-vel kell, pszichológus. Pszichológus.